még egy lehetőséget kéne igazán kitárgyalnunk, illetve nekem bemutatnom, az egy videó snitt résznek a mindenféle beállítási lehetősége. Ezt a beállító képernyőt úgy érhetjük el, hogy kettőt kattintunk az adott videón, és akkor megjelenik itt bal oldalt felül egy ablak, ahol mindenféle beállítások vannak. Mik ezek a beállítások? Egyrészt videót részét, másrészt az audio részét, másrészt a színezést, színtulajdonságait, és a sebesség tulajdonságait lehet megváltoztatni. Na, nézzük akkor a videón, mit lehet állítgatni. Ugye a Y-X koordinátákat lehet módosítani, a kezdetét XY pozícióban, illetve a nagyítás lehetőségét, meddig nyújtsa ki. Aztán itt kompozit és egyéb lehetőséget lehet állítgatni. Igazítani lehet balra, jobbra, fölfele, bárhová. Ugye. És visszaállítani az alapértelmezésre. El lehet homályosítani. Átlátszóságát lehet megváltoztatni. Megint ugye visszaállítható alapértelmezésre. Azt mondja, hogy a videó stabilitását is lehet változtatni. No, ennyi volt. Azt mondja, maszkolni lehet. Itt az AI aztán megjelenik. Animálni is lehet. Ide-oda-amoda, stb. Ennyi a videó része. Nézzük az audio részt. Az audióban, én amit szoktam használni, ez a hang normalizálása, ez azt eredményezi, hogy azonos szint, azonos hangerő szintre állítja a halkabb és hangosabb részeket, aztán lehet balanszot állítani jobbra-balra, lehet állítani a hangnak a felfutásában, mennyi a kifutásában, százalékban, másodpercben. Lehet itt aztán mindenféle equalizer beállításokat, én a defaultot szoktam használni, hát ezeket meg nem is tudom, hogy melyik micsoda, ki kell tapasztalni. Na, ami az izgalmasabb része, az a színezés. Ennek is ugye van basic változata, és akkor itt már is fogjuk látni, hogy a színhez tartozik még egy más típusú beállítást, ahol alapszint lehet állítani, változtatni, erősíteni, halványítani, vagy változtatni a görbe tulajdonságait, a histogramot. Vagy visszaállítjuk alapértelmezésbe. És akkor még itt külön lehet szabályozni az egyes színeket, ugyanígy külön-külön, és akkor itt mindenféléket lehet, vagy visszaállítjuk alapértelmezésre, középtónusokat, magas tónusokat és a sötét tónusokat ugyanígy, meg tudom változtatni a középtónusokat, ugyanígy tudok neki mondani egy szint, visszaállítom alapértékbe, vagy pedig a sötét részeket, ugyanígy csak a sötét részeket visszaállítom, ugyanígy tudom sötétíteni, világosítani. No, ezek a lehetőségeim vannak a beállításoknál. És akkor itt végére is értem ennek a bemutató videónak.